Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy teli hold jóslás. December 19-én teli hold van. Az azt jelenti, hogy a hold és a nap szemben áll. Ez olyan, mint egy tükör, itt tükröződik valami, de ezt összehasonlíthatjuk úgy is, mint egy mérleg. Itt kell most a belső egyensúly, amit egy teli hold még jelent, megvilágít valamit, bizonyos témákat, amire oda kellene figyelni. Hogy miről van szó, ezt megtekintjük most ennél a jóslásnál. Itt, ezen a képen a kelyhek láthatóak. A kelyhek szimbolizálják a víz elemét. És a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Itt lehet a múltról is, hiszen a hatos szám az jelenti a múltat, vagy valaki gondol rád érzelmekkel, vagy visszatér a múltból. Itt van egy közeledés, hiszen ő integet neked, te integetsz neki, és azt is jelentheti, hogy segít neked. A háttérben ez a híd utal egy átmeneti időszakra, amikor elhagytad az egyik partot, de a másik partra még nem érkeztél oda. Ez a kép jelentheti azt, hogy befele fordulsz, elgondolkozol valamin, vagy lehet az ő tartása is. Itt döntésekről lesz szó. Tehát hamarosan, így teli hold után fontos döntéseket fogsz hozni. Itt a 10-es szám, és ez a gyermek szimbolizálja az új kezdetet. Hamarosan lesz egy új kezdet nálad, amikor megindul egy új periódus. Itt újra a kelyhekről van szó, tehát érzelmekről. Ez kihat az érzelmeidre, és ha így van, akkor miről van szó? Természetesen a szerelemről, a családról, vagy a párkapcsolatról. Itt lesznek az újdonságok és fontos döntések. Ez a kerék utal a sors kerekére szimbolikusan, és te irányítod most a dolgokat. Itt a 2-es szám utal rád, és őre, tehát a párkapcsolatra. Itt szemben álltok, nézitek egymást, átnyújtjátok ezt a kelyhet, ami utal az érzelmekre. Nem csak te szereted őt, hanem ez kölcsönös. És ami fontos, hogy itt lesz egy változás, más irányba alakulnak a dolgok. Nem csak a kelyhekről, tehát érzelmekről lesz itt szó, hanem itt ez a bot jelenti a tűz elemét, és ez utal a szenvedélyekre is. Amit ez a kép még jelent, hogy kezedbe veszed a dolgokat, kimutatod a bátorságodat, a lelkesedésedet, és itt lesz egy új irány, lesznek változások. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!